Sári Évi számára nehéz döntés volt a szakítás. Sári Évi és a nála 10 évvel fiatalabb párja 2 évvel ezelőtt szerettek egymásba. Már amikor először találkoztak, szimpatikusak voltak egymásnak, ám eleinte csak munkakapcsolat volt közöttük, ami később alakult át szerelemmé. Együtt is éltek, volt egy közös kutyusuk is, az énekesnő és színésznő mindig csupa szeretettel beszélt a párjáról, nagyon jól kijöttek egymással, a férfi mindenben a támasza volt. A sztár és párja kapcsolata azonban véget ért, a szakítás okairól a Story magazinnak vallott először. Sári Évi a sok munka miatt szakított az utóbbi időszakban. Sári Évi élete nagyon pörgőssé vált, színésznőként egyre több színháztól kapott felkérést, ő pedig ezeket el is vállalta, hiszen volt az életében egy olyan időszak, amikor nem kapott túl sok lehetőséget, ez a tapasztalata pedig arra tanította, hogy amikor hívják dolgozni, azt elvállalja. Ma több színházban is helyt áll, szabad ideje pedig alig akad, ráadásul azokban az időszakokban is dolgozik, amikor a civil foglalkozású emberek többsége pihen. A túl sok munka miatt viszont nem volt már elég ideje a szerelmére, amikor megismerkedtünk, pont jó arányban haladt a munka és a szabadidő az életemben. Aztán bőfél évvel később jött az első olyan időszak, amikor egyszerre kellett helytállnom több előadásban, és felváltva rohangáltam a színházak között. Nálam rendszeresen vannak ilyen több hónapos időszakok, nyilatkozta a lapnak, elmondta azt is, hogy nehéz döntés volt a szakítás, hiszen nem amiatt lett vége a kapcsolatuknak, mert elmúlt volna a szerelem, hogy egy harmadik fél lépett volna közéjük. Húzhattuk volna még ezt a kapcsolatot, de már nem lett volna értelme. Amikor azt néztük, hogy a következő hónapokban mikor tudnánk nyaralni, nem találtunk időpontot, mert egész nyáron dolgozom, Szegeden Vivir Rock UT játszom, Budapesten Manömia, T, és Debrecenben is fellépek a nyári színházban. Tele a naptáram. A párom jogosan kérdezte meg, ő hol szerepel az időbeosztásomban. Nem tudom, melyik férfi nézni jó szemmel, ezt fejtette ki. Hozzátette, hogy egyelőre nem áll készen egy kapcsolatra, mert még nagyon friss a szakítás. Nem is kapcsolatfüggő típus, több olyan időszak volt már az életében, amikor hosszabb ideig élte a szinglik életét. Szerinte annak is megvan a varázsa, ha valaki egyedülálló, hiszen nem kell alkalmazkodni a másikhoz, oda megy, ahova szeretne.